Szervusz, jó reggelt kívánok! Hello, sziasztok! Azt mondta előbb a Móni, hogy te örök életű leszel, mert annyiszor életveszélyben voltál, és ez így van. De igaz, mégis Zoli? Mindig valahogy élni. Kimásztál belőle, sőt, még erősebben jöttél ki. Ugye itt a világutazó album. Lelki karambolokra, vagy pedig fizikai? Hát, is. Mondd el te, hogy mi volt például Egyiptomban. Ott valami turista busszal, amire majdnem felszálltatok, de szerencsére mégsem. Mi történt? Egy véletlen történet volt, folyamatosan utaztak ugye abból a nyaralóhelyről, ahol mi ott voltunk. Én is voltam úgy onnan Sármelyseikből, igen, mentem busszal. Igen, és onnan kell busszal elmenni Kairóba, aki úgy dönt, hogy meglátogatja a piramisokat, vagy a múzeumot. És elég sokan álltunk ott, és akkor még egy picit ott föl is emeltem a hangomat, mert ott egy-két országbeli emberkék ott előre tolakodtak. És elment a busz, és úgy óránként ment a busz, akkor fölfértünk másodikra vagy harmadikra, nem tudom, és akkor megyünk Kairó irányába, és hát látjuk egyszer csak egy olyan 100 kilométer, vagy egy 200 kilométeres út lehet az, és a félúton láttuk, hogy a busz felrobbanva, és tele mentőkkel, mindenekkel. Akkor már ugye hallottunk olyan híreket, hogy ott történtek ilyen. Tehát azok nem hatolakodtak volna előre, akkor te rajta lennél ebben a buszon. Akkor rajta lettünk volna ezen az előző buszon. Nagyon sokan meghaltak abban? Hát egy 40 személyes, egy ilyen utazó busz. Mindenki? Tehát ennyire felrobbant? Én nem szeretem nézni, meg főleg a kis gyerekek kicsik voltak, úgyhogy el is fordítottam, ne nézzék ott, de hát nem, a látvány nem szép. Nem, hát meg egyáltalán egész a történet. Meg egyáltalán nem is akarok oda nézni, mert nagyon erős intuitív készségem van, beleképzelő erőm, és inkább nem is akarom. De látom ezt a képet, ez Luxorban készült? Vagy Egyiptom, mi az biztos? Korintosz, igen. Na akkor. Egyébként nem találtam elő az igazán nagy utazásaimat, nem volt elég idő rám, mert hogy másról ne beszéljek, Sri Lankától kezdve, ugye? Hát Indiában hányszor jártál? 7-szer. 7 éven keresztül jártam, de milyen érdekes az a 7 év is egyébként. De voltak nagyon különös, egzotikus utazásaim. Tűvé tettem otthon a lakást, de most olyan felfordulás van. De itt van egy piramisról készült kép. De az előbb ez az a bizonyos út? Itt volt az a ez az az út, igen, ez volt az út. De ez kihatott a lelketekre, nem? Hát ezért látvány után, igen, hiába, igen. Mert ott van a piramisoknál minden. Igen, de mit lehet utána, mit érez az ember utána? Átértékeli az életét? Én úgy gondolom, hogy ilyentől egy kicsit el kell határolódni, szóval nem kell, hogy ez beivódjon, főleg nem gyerekekbe, még felnőttekbe. Jó, de azt mondja az ember, hogy a sors engem, valami igen. Angyal megvédett igen. Engem, hogy nem féltem arra igen, a buszra. Ez nekem számtalanszor volt. Nekem volt egy, amikor aktív szörfös voltam, ugye az énekesi pálya mellett én mindig extrém sportoló voltam, és vad helyeken is vad, akkor éppen a windsurf, a Noise Idleri windsurf klub tagja voltam, és azzal utaztunk Gárdató, Északító, többek közt Hawaiion, és Hawaiion én rátévedtem egy fekete sávra, ott a helybéliek eltűntek mellőlem, és rajta maradtam, és kivitt a partra egy ilyen 6-7 méteres hullám, visszament, ugye ez a visszahúzódó hullám, lecsapódtam a homokra, még szerencse, hogy az a szakasz, ahol tele volt mentő autóval, ismerték a helybéliek ott Waikiki végén, ismerték a történetet, hogy jönnek a vadorzók, és én is ilyen tanulatlan voltam, rögtön mentővel bevittek egy Murmon kórházba, és ott voltam majdnem 2 hétig, úgyhogy az egész. De mi bajod lett akkor? Hát egy erős gerinc repedésem volt arról, hogy fönn a levegőből gyakorlatilag 6 méter a tengerpart homokjára visszazuhantam, és egy ilyen nyakmerevítőben voltam végig. Én mondom képest, én, hogy örökké fog élni, nem hisztek nekem? De ahhoz képest a korintoszi képhez nem mondtad el, hogy ott meg lövöldözés volt, azt is mondtad. Velence egy könnyű túra volt. Itt is volt egyébként kaland. Hát itt a szemüveg, mesélj el a... Csodálkoztak volna, hogy... Virág és a szemüveg találkozása víz mélyén. Gyereknek is rontom-bontom voltam. Úgyhogy így felnőttként nagyon kellett vigyázni, hogy ne én legyek a nagyobb kölyök, mint a kisgyermekem, az akkor még kisgyermekem. Úgyhogy pont ilyen volt, hogy nagy Romeo típus voltam, és a feleségemnek vettem egy szál rózsát, hogy hogy is legyen, és dugdostam a és dugdostam, hogy amikor majd odaérünk a Szent Márk tér, vagy igen, a szerelmesek ígya, nem is emlékszem, már nem ma volt, mint látszik a kisgyerekemen, aki ma 24 éves,
Igen. És akkor elővettem volna, hogy ószolemi, és beleesett a vízbe. Annyira utána akartam kapni, akkor még a szemüvegem leesett, és nem volt tartalék szemüvegem, úgyhogy de gyakorlatilag a nyaralás így tett, hogy utána, amikor mentél Velencében még egyszer, akkor minden új volt, nem? És tudtam, hogy ott van valahol a szemüvegem valamelyik csatornában, egy jó kis szemüvegem. De ennél voltak sokkal kalandos élményeim, csak ne kezdjek bele, majd mondjátok. Moni említette, csak a korintoszi képnél, ott valami Szerbiában, ugye, amikor haladtatok át, akkor, a lövések ott dörtült. Akkor volt a szerb háború. Igen. Akkor volt a szerb háború, és azt mondták, hogy Isten ments, motorokkal mentünk le, motoros barátaimmal mentünk le, a forgatócsoport repülővel inkább elrepült Athénba, és onnan jöttek vissza, hova. Mi akkor a harlisok, gyerünk, menjünk át a motorral, és lefele tartottunk Szerbián, hát mindenhol hallottuk az ágyú lövöldözést, és gyakorlatilag húztuk be a fülünket, olyannyira, hogy az autópálya egy helyen föl volt bombázva, föl volt robbantva, és le kellett menni az erdőbe, és úgy visszamenni. Johnny, erőködj egy kicsit. Idéz elő egy olyan utazást, ahol nem ahol történt semmi. Ahol pozitív élmények voltak. Mesélj egy olyan útról. Olyan nem, mert én keresem a... Baj? Nem is, nem tudom, hogy bajnak kalandot. Hívják-e. Valami ilyesmi, szóval ami egyszerű és úgy rendben van, az nekem nem felelt meg soha. Egyébként hoztam... De nézd ki, hogy hol van háború, tervevél, de elmondom a legnagyobbat. Ez mi az? A legnagyobb az, hogy volt egy időszak a 80-as években, amikor egy megmutattad neked? Igen, mindjárt megmutatom, csak először előmondom. Értem, a történet. Hát a 80-as években volt Kubában a Gala Ocsenti Ocsin, nagyon sokat jártam külföldön, és megnyertem, és egy német menedzser azt mondta, akarok-e vele dolgozni, mondtam, természetesen. Ő azt mondja, Dél-Amerikában jár ilyen nagy pénzdíjas versenyeken, ugye, ilyen énekes versenyeken. Mindjárt le fog járni az időm. Tehát Jó, a lényeg az, hogy egyik hely, Chile, Viña del Mar, Chile déli része, akkor mindig egy időben van a brazil karnevállal, ez a keleti part, a Rio, és a nyugati parton pedig a Viña del Mar tart népi táncokat, meg fesztiválokat. Na, ezen a fesztiválon én fölléptem, ott voltam a német színekben, és a végén hát ott voltak ilyen helyi szigetekről táncosok, és én megismerkedtem egy húsvét szigeteki lányjal, és akkor azt mondta, hogy megnyertük a második díjat, és hogy repüljünk oda a kis szigetükre, oda repültünk. El van időm elmondani? Egy mondatod van, és oda repültünk, a papa várt ilyen szalmakunyhó, tánc volt, ott voltunk két napig, és a papa utolsó napi tűznél a nyakamba akasztotta ezt. A lényeg az, hogy később kiderült, hogy eljegyeztem a lányt, és a csillai nagykövetség, kérte, hogy haza kéne hozatni Johnny, a feleségemet. Johnny. Visszavárunk téged legközelebb újabb sztorikkal. Így van. Mivel sokáig érzem, hogy nem lesz elég. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük.